27. alkalommal rendezték meg a szoboszlói Dixieland napokat az augusztus 20-ai ünnepi hétvégén. Hazánk egyik legismertebb és legelismertebb jazz formációjával, a szegedi Molnár Dixieland Band koncertjével kezdődött az augusztus 18-ai esti program a szabadtéri színpadon. A zenekar a kezdetek óta a Dixie napok állandó résztvevője. Harsány és örömérzés sugárzó stílusuk most is magával ragadta a közönséget. A Dixieland Fesztivál sikerét szakmai tanácsaival ezúttal is Fazekas Csaba segítette. Jó kedvel érkeztek a vendégek a szoboszlói Dixieland napok augusztus 18-ai programjára. Elsőként a szegediek és az egész ország büszkesége, a Molnár Dixieland Band vonult a pódiumra. A közönséget rögvest elkápráztatta Molnár Gyula csapata. A formáció egy komoly zenei darab feldolgozásával indított, majd egy angol katonanótát is előadtak. Ezt Sidney Bechet világhírű slágere, a Petit Flow követte. Természetesen saját feldolgozásban. A Molnár Dixieland Band 1964-ben alakult, azaz jövőre 60 éves lesz a zenekar. Molnár Gyula, az együttes vezetője, 12 évesen hallott először Dixie muzsikát, 2 évvel később pedig már egy zenekarban klarinétozott. 14 és fél éves volt, amikor elhívtak egy vendéglátó zenekarba, amely Dixielandet is játszott. És én gimnazista voltam ugyan, de hétvégeken játszottunk egy mulatóhelyen, ahol viszont a zenekar Dixit is játszott. És onnantól kezdve, hogy én meg voltam ezzel fertőzve, mert befogadtak a zenészek, és hát a 64-ben sikerült megalakítani ezt a zenekart, úgyhogy jövőre leszünk 60 évesek. A közönség hamar megismerte és megszerette a zenekart, és az együttesnek nem kellett sokat várnia az elismerésekre sem. 1966-ban kapták az első díjukat. Hírnevük ettől kezdve meredeken ívelt felfelé. Fennállásuk alatt nem csak hazánk, de a világ számos pontján koncerteztek. Európa országai mellett még az Amerikai Egyesült Államokban is hírnevet szereztek maguknak. A banda napjainkig több mint 50 alkalommal sikerrel képviselte hazánkat külföldi jazzfesztiválokon. A máig örömmel zenélő Molnár Dixieland Band rendszeres fellépője a szoboszlói Dixie Fesztiválnak. Kezdető fogva vagyunk, és egy-két alkalmat kivéve mindegyiken itt voltunk, és nagyon szeretnünk ide járni. Egyrészt azért, mert aki szervező, a Fazekas Csaba, a kiváló jazzbőgős, és még azt a zenekart is jól ismertük, amiben még ő játszott, és ő szívén viseli ezeket a dolgokat, úgyhogy meglátszik magán a Dixie napoknak a szervezésén is az ő munkája. A másik pedig, hát ugye ilyenkor nyáron nem csak a hazaiak, hanem külföldiek is vannak itt, és azok értékelik, például németek, vagy hollandok, más országból jöttek.
és lehet érezni, hogy szeretik ezt a zenét, úgyhogy nagy örömmel jövünk mindig. Fazekas Csaba valóban szívén viseli a Dixi Fesztivál megrendezését. Az első szoboszlói Dixieland napok létrejötte, az ő kezdeményezésére valósult meg, és azóta minden évben szakmai tanácsaival segíti a művelődési központ munkáját. Igyekeztem volna minőségi jó zenekarokat és jó zenét hozni, tehát nem csak mindig az a vád érte, hogy a közönséget ki kell szolgálni alacsonyabb rendű zenébe. Én ezzel sose értettem együtt, és hál' Istennek sikerült is, mert az elmúlt évtizedek azt igazolták, hogy igenis szükség van az igényes jó muzsikára. Sokkal több jelentkezőnk van, mint amennyit most tudtunk fogadni. Az elmúlt években a Kecskeméti Bohém Ragtime Banddel közösen 7 külföldi együttest is meg tudtunk hívni, ami nagyban emelte a színvonalat. A Dixi hétvége nívóját természetesen senki nem kérdőjelezi meg, hiszen évről évre a műfaj legkiválóbb zenekarai adnak koncertet Hajdúszoboszlón. Nagyon vártam ezt az estét már, hiszen a Molnár Dixieland évek óta ide jár Szoboszlóra, és mindig minőségi zenét adtak, és most sem csalódtam bennük, a világságelek megszólaltak, visszahozták a fiatalságomat, amik már évekkel ezelőtt belém ivódtak ezek a dallamok, és annyira szeretem őket, és teljesen felvillanyozott, mert a szívem az örökké, ez a zenéjé, a muzsikájé. Nagyon örülök, hogy sikerült az én kedvenc dalomat is meghallani, a Kis virágot, sőt, még nekem is énekeltek egy dalt, úgyhogy annak meg külön örültem. Most akkor valami más csinál. A Dixieland Band műsorának minden percét élvezte a közönség, és egy-egy ismertebb dallamba a legtöbben be is kapcsolódtak.